Sziasztok! Az a helyzet, hogy most valami grill húsra vágytam, viszont kint felejtettem a faszenet az esőn, úgyhogy most nem tudok grillezni, tudnék, úgyhogy a bükkfát elégetem, és abból csinálok parazsat, de ahhoz meg nincs kedvem. Úgyhogy most úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen, hát nem szuflakét, tehát nem, egy csirke nyársat csinálok, de nem egy görögöset, hanem egy indiai ízesítését, mert ők meg a tandoriba ugye rendszeresen csinálnak olyat, hogy ilyen nagy kardokra, meg hosszú nyársakra fölrakják a húst, a báránytól kezdve, ami csirkét is csinálnak, be van pácolva, belógatják a kevencébe és megsül. Na most megpróbálom úgy imitálni, hogy vannak ilyen nyársaim, de teljesen jó a hurkapálcika vagy a bambusznyárs is, és grillezni fogom a sütőbe, tehát nem roston sütöm, hanem forró sugárzás, tehát forró levegő, vagy hogy mondjam. És hát mindegy, ezt megmutatom, hogy ezt hogy. Bármilyen tepsi jó hozzá, most nekem van ilyenem, ami lehetne ugye úgy sütni bármit, hogy nem ér hozzá az aljához, tehát hogy még alá is megy a levegő, de majd a rácsot kiszedem, és csak így fölé fogom rakni ezeket a nyársakat, és úgy fogom megsütni, hogy amíg a kicsit majd a joghurt kezd megpirulni rajta, addig sütöm az egyik oldalát, megfordítom a másikat, és kész. Tehát annyi, hogy nem lesz füst illata, de megpróbálok egy kicsit így ráhajazni a grillezésre. Na, és maga a ízesítés az meg aztán végképp egyszerű lesz. Ezt most megint a Lidl-be vettem ezt a mellet, és a belső legfinomabb részét azt ők most kiszedegették. Gondolom azt így külön el szokták adni, vagy hát tudom, mert láttam már ilyen csomagot. A lényeg, hogy most ebből ilyen kis újnyi vastag szereteket vágok. Tehát ne legyen vékony, mert akkor kiszárad. Ugye be fogom pácolni, és majd itt szemből szépen így föl szúrom a nyársra egy kicsit ilyen cikcakba, hogy megálljon rajta. Így lesz majd megcsinálva ezeket most. Hát ennyi az előkészítés, hogy ilyen szúrható, nem túl vékony csíkokat vágok ki, mennyit akar csinálni. És a fűszerezéssel megint nem fogok agyalni, mert van ez a, erre nincs rájön, mindegy, az okos grill .hu cég, és ők, nekik van ez a Milestone 66 márkája, és én csináltattak egy csomóféle ilyen fűszerkeveréket, én már sokat kipróbáltam belőle. Ez azért jó, mert ha megvesztek egy ilyet, akkor utána tudjátok megvenni az ilyen nagyokat, de és a lényeg, hogy az indiai például még nem kóstáztam, úgyhogy most ezzel fogom leszúrni. Ez olyan 3-4 kiló csirkemell, és ezt most 2 deka fűszert ráteszek, tehát nem lesz gyengén befűszerezve. Majd a sósságot azt ellenőrzöm, ha már mindent rátettem. És egyébként, ha valaki ezt monofűszerekből akarná, azért szeretem az ilyet, amiben nincs ízfokozó. Tehát én használok rendszeresen fűszerkeverékeket. Na most ebbe például van só, bors, és ráadásul parajdi só van benne, ilyen ez a, hát mindegy, ez a parajdi tősó. Egy só, bors, koriandermag, köri, a köri is ugye egy fűszerkeverék már alapból, tehát már az is önmagában ízes. Fűszerpaprika, fokhagyma, vöröshagyma, római kömény, kurkuma, koriander levél, mustármag és csili pehely, tehát egy nagyon picit csíp is. Most ez van ebben, most ezt mire az ember itt összepakolgatja, ráadásul a fokhagyma, vöröshagyma ugye a szárít, főleg a vöröshagymát, ezt azért elég nehéz most így itthon megcsinálni, egy vöröshagyma pehelyhet, hogy valamit tegyen bele az ember. Úgyhogy ezt tettem bele, de én azért ehhez teszek egy-két ilyen kisebb gereszt fokhagymát is, mert én brutál az ilyen grillezett kajáknál, még ha csirkemell is, én nagyon-nagyon szeretem a fokhagymának a ízét rajta. Ezt most gyorsan így ráreszelem egy ilyen kis lukú reszelőn. Ezt is már szinte mindenütt lehet kapni, mert a Henker vagy Zenker is gyártja, ezt az Osamba vettem éppen, mert ezt mindig megkérdezitek. Teszek rá egy pici citromlevet, mert ha már pácolom, akkor ugye ezek a savak, azok tök jól puhítják a húsokat, és ugye ezt most egy kicsit, hogy inkább a csirke vegye fel a sót, meg a fokhagymát, ne a joghurt. Egy kicsit most elkeverem, és mehet rá joghurtból, annyi, hogy ilyen láthatóan joghurtos legyen a maradékból, meg ha van még, akkor tudtok csinálni a végén a
tálaláshoz egy kis joghurtos öntetet, akár csak sóval, petrezselyemmel, borssal, fokhagymával. Ennyire látjátok, tehát csak itt szemre meg locsoltam vele. És hát akkor most ugye ettől sokan undorodnak, de a sósságot ellenőrizni kell. Tök jó íze van. És akkor ilyenkor ízlés szerint még egy pici só mehet rá, és ezt most úgy legalább egy órára beteszem a hűtőbe szépen, hogy összeérjenek az ízek, és majd utána fogom így föl szúrogatni a nyársra. Kinyitottam a hűtőt, olyan illat csapott meg, most fél órája van benne, csak elfelejtettem, hogy egy nagyon pici, hát én most extra szűz olívóolajat is teszek rá, tényleg nem sokat, hogy egy pici zsíradék is legyen rajta, mert ugye a csirke, mert az önmagában egy elég száraz hús, és hogy amikor sül, akkor olyan kis szebben süljön majd meg. Ezt is most jól elkeverem, és akkor még egy fél órára visszateszem, és akkor utána felszúrogatom a nyársakat. És eltelt úgy egy óra, és akkor most szépen így szemből ezeket a kis csíkokat, és már sokkal könnyebben is megy bele még a nyárs is, tehát érezhető, hogy egy kicsit megmart a sava a húst, ezt szépen most így felszurkálom, és akkor ráteszem ide a rácsra, és közben a sütőt meg bekapcsoltam 250 fokra, és egy olyan 10 centire föltettem a sütőrácsot, és amikor ezt beteszem, át fogom állítani grillezésre, és csak azt akarom, hogy a sütő is forró legyen, és amíg szépen el nem kezd így szinte már megégni, addig fogom pirítani. És mondom, ha nincs ilyen tepsitek, akkor egy bármilyen tepsi, amin egy valamolyan nyárs, vagy valamit itt szépen rátesztek és átér rajta, az tökéletesen meg fog felelni. Na, most megcsinálom az összes nyársat. Megvannak a nyársak, beteszem a sütőbe, ami olyan 220 fok körül van most, és átteszem grillezésre, hagyom, hogy ez az oldal megpiruljon, megfordítom, megpirítom, és ez kész is van. És most ilyen, hát mi nagyon szeretjük ezt az ilyen, ezt most csak olívaolaj és só, azzal pirítom ezt a újburgonyát, és amikor szépen már megvan pirulva, megvan sülve, teszek rá vajat és petrezselymet, tehát egy pirított vajas olívaolajos, ugye azért nem vajjal pirítom, mert nem akarom, hogy nagyon megégjen a vaj, ez lesz a köret, megcsináltam, hát ebbe tettem jégsalátát is, egy ilyen görög saláta szerűséget, hát ami abba kell, hogy belinkelem, azt hiszem csináltam már arról is videót, és akkor nagyjából így fog összeállni az étel, meg sima joghurttal is, akár nem is kell befűszerezni, lehet öntetként föltálalni hozzá. És most direkt meg fogom nézni, most van 10, hogy mennyi idő alatt sül meg, mert azt mindig meg szoktátok kérdezni. Na, már megmutattam, akkor végül is megmutattam a befejezést. Annyi, hogy ezt mondom, ez csak só és olívaolaj volt rajta. Ha nincs olívaolajotok, akkor a sima étolaj is, hát jó, csak ugye az nem olyan egészséges. Most teszek alá vajat, az szépen aláolvad. És friss vagy fagyasztott petrezselyem zöld. Összekeverem, összeforgatom, és ezzel már nem fogom pirítani, csak annyira, hogy a ízét vegye át szinte a történet, milyen illatot ettől a vajtól, petrezselyem, mert se kell túlzásba esni, így, ennyi. Most amíg a vaj elolvad, addig még egy kicsit pirítom, addig a petrezselyemnek is fölvesz az ízes, és isteni köret lesz. Közölték, hogy ne égessen meg, úgyhogy egy kicsit hamarabb kiszedtem, most ezeket itt szépen megfordítom, visszateszem, megpirítom a másik oldalát is, és tulajdonképpen kész. Na hát valahogy így 20 perc kellett egyébként neki, de lehet, hogy gyenge a grillem, amikor már egy szépen elkezdenek ilyen kis, hát nem fekete, de ilyen jó sötét pöttyök lenni, addig sütöttem a másik oldalát. Most ilyenkor még, ha akarjátok, egy kicsit le lehet joghurtozni, vagy valami általatok kedvelt öntetet még rá lehet tenni. Ezt kis hideg víz alá vetettem a nyársnak a végét, úgyhogy meg is tudom. Na, megint nem csalódtam se a fűszerkeverékben, most csak így kézzel. Figyeljetek, vaj puha, és nagyon-nagyon finom lett. Úgyhogy egyedül ez a kis füstös íz hiányzik róla, ami a, mondjuk egy faszénpanázson sütöttem volna meg lenne.
De tényleg nézzétek meg, hogy tökre hasonlít egy ilyen nyárson sült cuccra, és meg lehet csinálni egy háztartási sütőbe, hogyha van benne grillező. Ha nincs, akkor a legnagyobb hőmérsékleten süssétek meg, akkor nem lesznek rajta ilyen ennyire pirult kis részek, de szerintem úgy is finom lesz. Úgyhogy hát nem is mondok erről többet. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!